A mérkőzés előtt az ötödik helyen álló vasárnap Törökországban EHF kupa meccset játszó Debrecennek kétszer annyi pontja volt, mint a tizedik Kisvárdának. Az első percek gólváltása után a hazaiak kapták el jobban a fonalat, negyed óra után 8-4-re vezetett a Várda. A folytatásban felzárkózott a Loki, sőt egy szerencsés lövésnek köszönhetően 14-13-as vezetéssel mehetett pihenőre Köszner Vilmos együttese. Fordulás után folyamatosan a vendégek vezettek egy-két góllal, de a hajrára már egyenlő állásnál fordultak rá a csapatok. Felváltva estek a találatok, az utolsó támadás a Kisvárdáé volt, gól azonban nem született, és 28-28-as döntetlennel ért véget a keleti rangadó. Nagyon küzdelmes, viszont színvonalba közepes szintű találkozót láttunk, ami egyébként megérdemelt, úgymond pontoskodással a játékképe alapján tért véget. Azt gondolom, hogy egyik csapat sem tudott kiharcolni előnyt hosszantartó ideig, hogy ezt meg tudja őrizni. Nekünk volt pár, két-három gólos lehetőségünk, nem tudtuk megtartani, mert jól küzdött a Kisvárda. A hazaiak vezetőedzője Bakó Boton, bár örült a pontszerzésnek, nem volt teljesen elégedett csapat a játékával. Azt kértem, hogy ne ijedjünk meg, illetve ne legyünk megilletődöttek a Debrecentől, még bármennyire is jó csapat, viszont azt gondolom, hogy meg kell mutassuk, hogy nekünk is van tartásunk. Talán egy picit a nyitott védekezéssel az elején, a mérkőzés elején meg tudtuk fogni azt a gyors játékot, amit ők nagyon erőteljesen forszíroznak, de azt gondolom, hogy az egész mérkőzésen a védekezésünkben azt hiányoltam, hogy az egy-egyen játékokat, a betöréseket nem tudtuk megfelelően hatástalanítani. A Vámos Petra rengeteg hetes kiállítást, illetve gólt harcolt ki az egy-egyen játékból, a Kovács Anna is sokszor gondot okozott a keresztjátékokból. A mérkőzésen 7 gólszerző Siska Pálma szerint elsősorban védekezésük feljavulásának köszönhették a pontszerzést. Úgy érzem, hogy az első fél időben a védekezésünk nem volt kellően feszes, a gyors lerohanásokat hozták ránk, és nem tudtuk megállítani a Kovács Annát, ebből könnyű gólokat kaptunk, de aztán a második fél időben úgy érzem, hogy a védekezésünk feljavult, és sokkal agresszívabbak voltunk, és segítettük egymást. Szerintem ez egy nagyon fontos pont volt nekünk, hogy ez az egy pont, amit itt tudtunk tartani. Tudtuk, hogy nagyon erős ellenfél a DVSZT, úgyhogy én büszke vagyok a csapatra, és szerintem ebből lehet tovább építkezni. Az NB1 tabellájának élén a 100%-os 26 pontos Győr áll megelőzve az egyaránt 19 pontos Siófokot és Ferencvárost. A 9 ponttal 9. helyezett Kisvárda jövő szerdán a Ferencvárost fogadja.